Műsorunkat támogatja a Suzuki Ház, a Hanza Kontakt és az RRC. Műsorunkban termékmegjelenítés található. A Swift Cup Europe utolsó előtti versenyhétvégéről innen a Hungaroringről jelentkezünk. Az esős idő ellenére azt gondolom, hogy elképesztő hangulatú hétvégének nézünk elébe, hiszen évtizedek óta újra visszatért ide a kamion EB, és ennek a betétfutamaként szerepel majd a Suzuki. Mivel több mint egy hónap kimaradt, azt gondolom, hogy egy visszatekintő most is hasznos lehet. Lássuk, mi történt a nyáron! A festői Salzburgban folytatta menetelését a Swift Cup Europe mezőnye július utolsó hétvégéjén. Ezúttal a volán mögé ült a sorozat promótere Burkus Egon, valamint visszatért a kupa 2011-es bajnoka Tim Gábor is. Szia Tim Gabi, ezer éve nem láttalak. Milyen érzés visszatérni a Suzuki kupába? Csak egy tesztnek fogtuk fel ezt az egész hétvégét, úgy jöttünk ide, olyan mentalitással, stb. Aztán a teszteken láttuk, hogy viszonylag versenyképesek vagyunk, úgyhogy megkaptam a lehetőséget, hogy indulhassak. A szombati első versenyre az időjárás ismét elővette morbidabb humorát. Az első verseny előtti 15 percig szuper idő volt itt a ringen, mire a Suzuki következik, addigra leszakadt az ég. Gratulálok, Tim Gabi, rajtszél, győzelem, nagyon ráéreztél tényleg erre az 1-6-ra. Hát igen, meg főként jött az eső is, amit én szeretek. A versenyen próbáltam minél jobban teljesíteni, és mindent bevállal, amit lehetett, hát én sikerült, és másik lettem. Tim Gábor és Balogh Zoltán mögé Gáspár Csaba állhatott fel az elmaradt dobogó harmadik fokára. Az esős verseny számára sem bizonyult könnyű feladatnak. A hosszú egyenesben a látási viszony az nulla, tehát még az egy méter előtted lévő autót se lehetett látni. Nagyon veszélyes volt, voltak vízátfolyások rajta. Ez kockáztatni kellett, hogy előre tudjak menni. A vasárnapi futam mindvégig rendben zajlott, ám a legutolsó körben egy óriási tömegkarambol borzolta a kedélyeket. Lukasz Puchinger hibájából adódóan egy, a sikán levágását elkerülni hivatott gumibála elszabadult, ebből pedig hatalmas kavarodás lett. Keszthelyi Vivien autója fel is borult, majd többször is megpördült a tengelye körül. Az egyik autó kigyulladt, eltalálta a gumit, elém pattogott egy hatalmas gumibála, egy osztrák behúzta elém, meg se bírtam állni, és az egész kocsi elkezdett gyorsan borulni, így teljesen káosz volt az egész. Látom a hátad, fogod, azt ütötted meg? Hát az de nagyon, úgyhogy ki se bírtam szállni az autóból. Szerencsére végül sem Vivinek, sem a többi versenyzőnek nem esett komolyabb baja. Az első helyen végül ismét Tim Gábor végzett, őt követte Tomás Bizub, harmadik helyen pedig Gáspár Csaba futott be. Így az összesített tabella jelenleg a következőképpen alakul. Hatalmas meglepetésre immáron a résztár tehetségkutatóból bejutott újoncé Tomás Bizubé a vezető pozíció, letaszítva így a trónról a nagy esélyes Bernula Istvánt. Őket követi az osztrák Tobias Weichenberger, illetve a régi motorosnak számító Csík János. Salzburg után egy héttel a Pannonia ringen rótták a köröket a magyar pilóták három futam erejéig.
Bár a Suzuki Európa-bajnokság szünetelt a nyár utolsó hónapjában, országos bajnoki fordulót mégis tartottak augusztusban. A Pannonia Ringen ismerős arcba botlottunk. Hát jó játék újra szívben ülni. A tavalyi Európa-bajnok ugrott be a hétvégére vendégszerepelni. Balogh Bence, aki 2014-ben meggyőző teljesítményével már az utolsó előtti fordulóban bezsebelte a trófeát, azóta külföldön él, de a versenyzést nem hagyta abba. Most Angliában élek az év nagy részében, hiszen odaérök egyetemre. Autó- és motorsportmérnöknek tanulok. A helyi mini challenge kategóriában indulok. Ez egy 280 lóerős, 2 liter turbomotorral szerelt rendes versenyautó, tehát szekvenciális váltó, slick gumi, minden, ami kell. A mező nagyon erős, van olyan versenyzők, aki VTCC-ből is szerepel, többen VTCC-ből. Dobogon már álltam, és egyre jobb és jobb a tempom. A szombati futamon nem sok esemény történt. Nagyjából úgy érkeztek be az autók, ahogy a rajtrácsra felálltak. Bence második lett. Ez az az autó, amivel a Bizuk versenyzik, beállításokról ötletem sincs, meg el is vagyok igazából szokva tőle, tehát a Mini az nagyon más. Bence a vasárnapi versenyeken is dobogós helyezéseket ért el, bár ez elsőre nem mindig látszott. A sorozatos szabálytalanságok miatt ugyanis a bírók több büntetést is kiosztottak, így a helyezéseket is újra kellett gondolni. A vasárnapi első verseny rögtön egy balesettel indult. Füge Krisztián kicsúszott, kitört az egyik kereke, így számára véget is ért a hétvége. A balesetet Balogh Zoli okozta, akit hiába intettek le elsőként, 20 másodperc büntetést kapott, ezért 7. lett. Bernula Istvánt pedig kizárták szabálytalan kerékcseréért, holott 3. lehetett volna. Az utolsó futam is tartogatott meglepetéseket, bár eleinte úgy tűnt, a szombatihoz hasonló, nem túl eseménydús verseny elé néz a mezőny. Balogh Zoli már a verseny legelején nagyon elhúzott, több autónyi előnye volt. Ezt Keszthely Viviennek sikerült behoznia, sőt, az utolsó körben meg is előzte. Szabálytalanul, mint az később ki is derült, így Vivi búcsút inthetett nemhogy az első helynek, de a dobogónak is. Rajtrácson az autók az első versenyhez sorakoznak. Az első rajtkockából a tavalyi bajnok Balogh Bence fog indulni, második helyről Tim Gábor, harmadik helyről pedig Csík Jani. Az első versenynek, és már itt vagy kint, mi történt? Bal sikán után a balos jobbos kombinációba a Vizin Tamás belső íven az autóm megpróbált megelőzni belső íven, de nem volt előzési pozícióban, mert ahogy láthatjuk, hátsó kerék előtt volt pont az első kereke, és meg is pörgetett. Én így bent voltam a rázókon, megjött, és így befordult kívülről. Én jöttem szűken a jobbosba, de ha mellette vagy, akkor is helyet kell hagyni. Jó, hát én nem akarok vitatkozni, még az is lehet, hogy én voltam a hibás, és akkor bocsánatot fogok nyilván kérni, de nem fogok ezen balhézni, ne vicceljetek már. Hogy lecserélted a Lotust? Nem cseréltem le. Jó, ez most akkor csak egy ilyen kis vendégszerep. Ez egy kis kirándulás, így van. Korábban ültél már Suzuki-ban? Most először. A nagyapám 1 literesében 15 éve. És de az nem számít. És a balesetet leszámítva, hogy sikerült? De egészen odáig állati jó volt. Nagyon élveztem, jöttem föl rendesen. Ugye a rajtnál így figyeltem, hogy milyen esemény lesz. Volt egy pici csatepati, ott sikerült elmenni pár autó mellett. Nem tudom, hogy hol járhattam, de szerintem ilyen 10-12 ilyesmi helyen járhattunk. Jó, van, és... Nagyon, mert egyébként arról beszélgettünk a srácokkal rajt előtt, hogy még akár egy első sor is összejöhet valamelyik futamon. Lehet, hogy meg lett volna a következő. We'll be right back.
Gabi, mi történt? Az utolsó pár körön? Lassultál le? Igen, három, az utolsó három kör. Egyszerűen kifogyott a benzina. Ellibbent már az utolsó körökbe. Próbáltam rángatni az autót, próbáltam úgy menni, hogy még végig tudjak menni. Szerencsére sikerült. Az autó nagyon jó volt. Az első kanyarban már meg tudtam előzni a Bencét, és hát nem tudom hány másodperces előnyt sikerült kidolgoznom, de hát sajnos ezt nevezzük technikai sportnak. Mi még ilyenben nem szaladtunk bele, hát most sikerült. De volt ami technikai probléma, ami miatt azt mondta, hogy ellibbent, vagy egy egyszerű elszámolás? Hát igazából annyit tankoltunk rá, mint szoktunk, úgyhogy egy egyszerű elszámolásnak gondolom. Ször Balogh Bence, visszatértél a ködös Angliából. Igen. Pannonjaringen egy kicsit újra gyakoroltál a Suzuki-val, most megnyerted az időmérőt és az első versenyt. Az időmérő az tiszta. Köszönöm szépen. Az időmérő az tiszta volt. Az első verseny tehát a vendégszereplő tavalyi bajnok Balogh Bence nyerte. A második helyen Keszthelyi Vivien futott be, utána Csík János következett, a negyedik helyet pedig a végig élen autózó, ezúttal balszerencsés Tim Gábor szerezte meg. A bajnokságot vezető Tomás Bizugnak elég rosszul sikerült az időmérő, ám a versenyen már jól elkapta a fonalat és a nyolcadik helyen érkezett be, ami a második futamon pole pozíciót jelentett neki. A díjakat a japán Suzuki anyacég kereskedelmi igazgatója adta át. A vállalat vezetői között ő a negyedik a rangsorban. As a new head of commerce of the Suzuki Hungary, how do you evaluate the cooperation between Suzuki and the Suzuki Cup? Yeah, this is the first time to come here after yesterday, that was July, and I am very surprised to see a lot of people here and a lot of Swift fans, and you know, the Swift for Suzuki is a very, very important flagship model, yeah. So that I'm very satisfied. Versenyen 8. helyen végeztél, így most pole pozícióból indulsz. Mire számítasz? Očakávania sú také, že samozrejme držať defenzívu, dokedy sa bude dať a zdržať čo najviac súperov. Ak sa bude dať, tak horiť, ale bude to veľmi ťažké, lebo chalani sú fakt našlapaní a dobrí. Volt sárga zászló, tudod, mi történt? Nem tudom, azt láttam, hogy volt egy ütközés, és a safety car bement a pályára, de nagyon gyorsan lehozták az autót a pályáról. Nem láttam, hogy takarítottak volna, elképzelhető, hogy valami folyadék kifolyt. A kamera soha nem azt mutatta. A Méhész Attila autója volt? Igen, a Méhész Attila autója volt. Na, akkor menjünk, derítsük ki, mi volt a probléma. Méhész Attilának volt most egy baleset, és ha jól tudom, te ott a környéken voltál éppen, láttál valamit? Igen, pont mögötte jöttem. Amikor egymás mögött befordultunk a sikámba, és arra lettem csak figyelmes, amikor már álltam a gázon, hogy kigyullad a féklámpája. Annyi időm sem volt, hogy fékezzek, így beesett a lábam a két pedál közé, és telibe vertem hátulról. Szerinted mi történt vele egyébként? Hát ő azt mondta, hogy előtte volt valami. Nyomott egy satúféket, te meg hátulról bele. Satúféket, miközben én már álltam a gázon, igen. Reméljük, hogy fogunk tudni beszélni vele, de legutolsó értesüléseim szerint szegény nyakmerevítőben vitték el, úgyhogy legfeljebb holnap beszélünk vele. Ahogy én láttam, úgy tűnt, hogy jól van, de fájdalta a nyakát. Kicsit boldogabban szállok ki most, mint a előző futam után. Hát, akkor is sikoltottam egyébként. Azt lehet, hogy hallottátok, csak akkor nem örömömbe. Nagyon jó kis futam volt. A rajtot megint jól elkaptam. Sikerült ott is egy helyet fognom. Sőt, igazából kettőt a kettes kanyarig. Hát hármat? Hát nem tudom. Kettőt. Aztán Gáspár Csabi, nem tudom, érthetetlenokból elég lassú volt a menszelbe, és
és ott utána az ötös kanyarba be tudtam bújni. Aztán a következő körbe pedig a Bernula Pisti mellé bementem kívülről az egyes kanyarba, és végig autóztunk, egy nagyon fair csatát csináltunk, úgyhogy köszönöm ezúton is neki. Tényleg nagyon élveztem, de hát a menszerben én voltam jobb íven, és az sikerült elmenni. Aztán volt egy safety car-unk, amit igazából nem értettem, hogy miért volt, de lényeg, hogy meg tudtam tartani a helyet, és nyertem, és most boldogok vagyunk. Második helyen sikerült behúzni a második futamon, hogy érezted a versenyen magad? A harmadik helyről indultam, úgyhogy sikerült előrelépni. Hát sajnos a győztes egy picit jobb volt. Pár kanyaron keresztül egymás mellett mentünk, azt nagyon élveztem, de aztán megpróbáltam elkerülni a balesetet. Elém került, és utána csak próbáltam tartani a tempóját. Előzési lehetőségem talán a safety car után volt egyszer, de inkább csak ilyen marketinges előzés volt, nem volt komoly támadás, úgyhogy ennyi volt benne. Gratulálok a győzteseknek! Testvér lesz mostok! Szerencsétlen első futam után Tim Gábor tehát szépített. Elsőként gurult át a kockás zászló alatt a szombati második versenyen. Őt a sokáig derekasan helytálló Bernula István követte, a dobogó legalsó fokára pedig Balogh Zoltán állhatott. Zoli ezen a hétvégén rekordmennyiségű serleget szedett össze. Nem tévesz össze. Nem tévesztem össze, tehát akkor ez lett az OB harmadik helyezett tértjáró kupa, ez pedig a Swift Cup Europe. És van egy első helyezett, ami pedig a junior. Hát gratulálok! Köszönöm szépen! Mit mondja? Bocsánat, nem hangzott el kérdés, az én hibám. Bocsi, légy szinte más helyetok ott a háttérben most. Úgy még hátrébb kellene menni. Az idei évben is támogatóként szerepeltél a Suzuki kupában, így az évad vége felé hogy értékeled az együttműködést? Szerintem nagyon sikeres volt az együttműködésünk. Hát a reklám oldalról nagyon, és ugye az saját versenyzésemet is pozitívan értékelem, most, hogy beleültem az autóba. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy ebben az évadban, mint versenyző is sokszor tudtál már autóba ülni és szerepelni, hogy versenyzőként hogy értékeled ezt az évadot? Hát én azt gondolom, hogy nagyon sok gyakorlás és gyakorlás a titka ennek. Minden pályán, ahol ugye már duplán tudtam szerepelni, mindenhol sikerült egy-két másodpercet javítani. Most ez az esős idő, ez annyira nem fekszik, de remélem, hogy a mai nap is azért balesetmentesen és sikeresen fogom befejezni a futamot. És ha az esős idő nem is, de a Hungaroring, az hogy fekszik? A Hungaroring a legjobban. Itt többször volt tesztelésre is lehetőségem. Volt, hogy egy egész napot sikerült autóznom, és akkor is másodperceket sikerült javítanom az időmön. Hogy tervezed a jövőt, akár versenyzőként, akár támogatóként? Hát igazából támogatóként mindenféleképpen szeretnék a jövőben is, és hát elképzelhető, hogy a versenyt is, nagyon tetszik az egésznek a milliója. Nem sikerült befejezned a második verseny, mert kivetítőn csak annyit láttunk, hogy egyszer csak megállt az autód. Mi történt? Belekeveredtem egy vonatba, négyen mentünk egymás után, és a legelső versenyző a negyedik fokozatból nem tudott visszaváltani, a harmadikban valami probléma volt a váltójával, ezt az utána következő jól lereagálta, én voltam a harmadik. Időben fékeztem, viszont sajnos az utolsó, aki kicsit távolabb volt tőlem, ezt már nem látta, és tiszta erőből belém jött, rálakott az előttem lévőre, megfördültem, és onnantól sajnos kiesett a kép, mert elvesztettem picit az eszméletemet, de aztán utána minden rendben volt. És tegnap nyakmerevítőben vittek el, és ma reggel egy orvosi vizsgálattal kellett kezdened, mert nem volt biztos, hogy egyáltalán megengedik, hogy autóba ülj. Igen, de aztán megengedték végül is. Úgy akkor rajtad állsz. Hála az égnek, igen. A harmadik futamra újra megfordult az első 8 versenyzőnek a sorrendje, így ennek értelmében pole pozícióból Gáspár Csaba, második helyről Keszthelyi Vivien, harmadik helyről pedig Balogh Bence indul. A tegnapi győztes Tim Gábornak pedig a 8. rajtkockából kell felverekednie magát az elsők közé.
egy bajnokok csatája volt, nagyon szépen tartottad a Team Gabit apukád, mert meg is dicsértik érte, a második helyen futottál be. Igen, Vigdis rögtön sikült megelőzni szinte a rajtnál. Gáspár Csabit kicsit több idő volt megelőzni, pont úgy, mint tegnap. És most erősebb volt, féktávok van, tehát nem tudtam pont úgy megelőzni. De aztán az egyesbe kívülről sikerült megelőzni, pont mint tavaly a Bergnap Pistit, pont ilyen szituációban. De akkor már ott volt mögöttem a Team Gabi. Reméltem, hogy nem jön utánam, de rögtön jut utánam abban a pillanatban. 2-3 körig folyamatosan mentünk egymás mellett, innen-onnan. Próbáltam blokkolni, de hát azt nem tudtam mit csinálni. Mellém keveredett. El kellett engednem. Látunk még legközelebb is? Idén már nem biztos. Nekem 2 hét múlva már versenyem van Angliában. Ugye a minivel köze nincs ez az autóhoz, meg más oldalon is ülök. Tehát annyi a köze, hogy első kerék meghajtású, és a fékvel a középen van. Tehát, meg a gáz jobb oldal. És valószínűleg jövőre, ha lesz megint kamion bajnokság, én nagyon szeretnék jönni, mert elképesztő a hangulat. Tömve vannak a lelátók, Suzuki kupán nem tudom, mikor megutatni. Más azért, akkor a közönség előtt versenyek. Igen, nagyon más. Balogh Bence rövid vendégszereplése alatt sem hazudtolta meg önmagát, mindhárom versenyen dobogón állt, a vasárnapi futamon második helyen végzett. Az első ismét rohamléptekkel a mezőny élére tartó Team Gábor lett. Bár Balogh Zoli a pódiumon még lelkesen pesgőzött, őt utólag megbüntették, ezért Bernula István lett a bronzérmes, aki ezzel az eredményével át is vette a tabella vezetését, mindössze egyetlen ponttal áll a szlovák Tomáš Bizub előtt. Időközben a Hungaroringen több tízezer ember előtt zajlott a Suzuki kupának is keretet adó fő esemény, a Kamion Európa-bajnokság. Kis Norbi pedig hozta a papírformát, mindegyik versenyen dobogós helyezést ért el, illetve 2 futamot fölényesen meg is nyert. A Suzuki kupát is megjárt versenyző a Hungaroringen 119 pontra növelte az előnyét a kamion tabellán. Elképesztő az út, ami idáig vezetett, hogy az elmúlt 10 év lent és fent és lent és fent. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök, és nagyon büszke vagyok a csapatra, meg mindenkire. Szerintem olyan közönség van, ami sehol máshol a világon. Nagyon köszönöm mindenkinek a szurkolást. Ugyan tavaly az utolsó előtti versenyhétvégén már bajnokot avattunk, idén annyira szoros az állás, hogy ez biztos, hogy csak az utolsó versenyhétvégén Red Bull Ringen fog kiderülni. Pár hét múlva ott találkozunk. Sziasztok! Műsorunkat támogatta a TomTrans, az Enterra és az Euronet.